Kedves érző és azok, akik a Nyilas jegyében születtek, őket külön is kiemelném, hiszen a Nyilas jegyében járunk, a Nyilas jegyével fogunk foglalkozni. Ismét egy kis fejtágító, az előző alkalommal szó volt arról, hogy hogyan is működhet ez az okokozat. Ez nem egy olyan dolog, ami le van írva, persze nyilván sok minden le van írva, hanem ezt fel kell fedeznünk, hogy hogyan lesz az egyikekből a másik. Hogyan van az, hogy az egyik jegyben, hogyha valamit nem rendezünk le, akkor az eszkalálódik, mondhatnánk, átmegy a következő jegybe, és ott az meg fogja színezni az a jegy, és előjön valami más formaként. Vagy hogy van az, hogy az egyik jegynek a problémát, hogyha le tudjuk, akkor egy más szinten jelenik meg, majd a következő jegy. Tehát ez egy nagyon érdekes, és érdekes figyelni azt, hogy hogyan működik nálunk a tanulás folyamata, hogyan működnek például a változások, a kibontakozások. Ugye azt mondják, hogy az okokozatban van egy olyan működés, hogyha a magot elültetjük, akkor nekünk a maggal már nincsen dolgunk, csak locsolnunk kell. Tehát van egy olyan, amit úgy hívnak, hogy az elsődleges ok és a másodlagos ok, és egyébként a mag magától kinő. Tehát ez egy, ez egy rendkívül fura működés, hogy a tudatunkban is és esetleg hallunk egy hírt, és ez a hír az elkezd élni, elkezd föléledni, elkezd, ha locsoljuk, de hogy mi a locsolás, ez egy jó kérdés, és kibontja magát valami eszmévé, aztán egy döntésé, aztán egy cselekedetté. Tehát nagyon érdekes ez a működés, hogy kicsi okból nagy okozat, és hogy, hogy a maghoz nem kell semmi, hanem magától elindul, életre kell a gondolat, életre kellnek nézetek bennünk. Nagyon érdekes a működésünk. A jegyek szempontjából ez az okokozat úgy néz ki, hogy tűzföld, levegő, víz. Tehát egy tűzelemű löket indul el, ami aztán megszilárdul, formává válik, utána ez a forma elkezd mozogni, levegő majd feloldódik, a vízelemnél, és aztán újra a tűz ad egy löketet. Tehát érdemes a jegyeknek a sorrendjét ebből a szempontból is vizsgálni, hogy hogyan válik, vagy hogyan megy le ez a folyamat, tulajdonképpen háromszor négy etapban, tűzföld, levegővíz, tűzföld, levegővíz, tűzföld, levegővíz, és kezdődik az évkör előről. Na hát hol tartunk jelen pillanatban? A nyilas jegye az már az északi területéhez tartozik a zodiákus jegyeknek, és ez azt jelenti, hogy télen vagyunk. Mit jelent az, hogy északi jegy, hogy téli jegyről beszélünk? Ez azt jelenti, hogy az illető az tartalékoló lesz. Nagyon fontos lesz számára a terv hogy hogyan védje meg saját magát, hogyan, tudjon, hogyan tudja biztosítani a létezését, hiszen a téli jegyeknek egy ilyen Jellegzetessége ez a túlélésre való ösztön, az, hogy olyan értelemben, mint egy, egy nyári jegyet, nem érdekel sok esetben az, hogy mi lesz vele, viszont a téli jegyekben van egy olyan tartalékolásnak a hajlama, van egy olyan, hogy tervezni kell, meg kell tervezni a jövőt, biztosítani kell a létezésünket. És ez a biztosítás, biztosíték, ez kifejezetten a nyilas jegyére jellemző, valamint az is, hogy rendkívüli módon ragaszkodik a terveihez. Tehát benne van egy ilyen életideál, van egyfajta nívó, egy életnívó ideál, és ehhez az ideálhoz rögeszmésen tud ragaszkodni, ami sok esetben konfliktusokhoz vezethet. Miért? Azért vezetett konfliktusokhoz, mert ezt az állapotot a jegynek az eleme, ugye tűzelemű, méghozzá mobilis tűz, tehát lobogó tűz, úgy lehetne mondani. Tehát tudjuk, hogy a tűzelemből is van ugye a kos, ami egy kardinális, egy villámszerű tűz, löketszerű tűz, van a fix tűz, a ragyogás, ugye az orosztály jegye. ez viszont egy lobogó tűz. Ez azt jelenti, hogy a nyilas jegyénél egy fent-lent tapasztalható lobogó tűz szerűen ő munkamániás, karriermániás. És ez sok esetben ez a fajta szemlélet, ugye az életének, a karrierjének, a pozíciójának a biztosítása, az rá tud menni a hétköznapi életben a természetes érzelmek működésére. Ez, hogy lobogó tűz egyébként rendkívül szenvedélyes is, is teheti a nyilast, valamit nagyon szerelmes tud lenni, de sok esetben a nyilas jegyénél a szerep, a társadalmi szerep rendkívül fontos, az, az a fajta életnívó, ami egyébként az ő ezt ő találja ki hogy neki milyen kocsiának kell lenni, neki milyen házának kell lenni, neki milyen szerepben kéne lennie, és ez bizony sokszor a párkapcsolatok robására is mehet. Tehát mondhatjuk azt, hogy karrier és munkamániás hajlama van a nyilas jegyének, vagy hát nyilván tudunk olyan művészről is, aki nyilas jegyében született, és ő megtiporta ezeket. Tehát nála viszont a lobogó tűz volt az, ami az ő művészetét nyomta, és ő nála meg pont az volt az egyik ilyen fontos, hogy polgár hogy neki ment a társadalmi elvárásoknak. De mindenképpen a nyilas jegyénél egy fontos tényező az az, hogy ő kifelé fordult, ő közösségi életben látja a saját szerepét, tehát ő nem egy magányos, és a nyilas jegye a lobogó tűz és a téli jegy miatt, egy rendkívül optimista jegy, mert azt gondolja, hogy létrehozhatóak a célok, csak küzdeni kell érte, létrehozható, tehát mondhatják azt is, mondhatnánk azt is, hogy idealista jegy a nyilas. Vannak benne olyan elképzelések, amelyek nagyon idealista típusúak, és sok esetben nélkülözik a tudást. A harmadik eleme, ugye néztük, hogy ez egy téli jegy, néztük, hogy lobogó tűz az eleme, a harmadik elem, hogy a bolygóerő, ami a mozgások, a felhasználható a energiáknak az egyik jellegzetes ereje, ez ebben az esetben a Jupiter. A Jupiter a nagy bolygó, ő a nagyjáválásnak, a, a növekedésnek a bolygója, a hatalomnak, a tudásnak, a hitnek a bolygója. Tehát ez a bolygóerő ezt az egész folyamatot megszínezi. Tehát innentől kezdve lehet látni, hogy a nyilas nagyon szereti a műveltnek látszani. Tehát nagyon szereti eljátszani, hogy ő. Ezt tudja, ő azt tudja. Ez egyébként sok esetben azt is eredményez, hogy valóban nagyon művelt jegyek tudnak lenni a nyilas jegyek, mert számukra egy fontos tényező, hogy minél többet művelődjenek, okosodjanak, olvassanak. De ezek a, ezek a tendenciák, ezek sokszor arra valók, hogy ő minél inkább a társadalmi pozíciójában villoghasson, mert hogy a nyilas jegye és ez a téli jegyeknek egy jellegzetes aspektusa rendkívül módon fél a hibázástól. Nagyon fél attól, hogy kiderül róla valami. Nagyon fél attól, hogy, hogy, nehogy kiderüljön, hogy nem olyan okos, vagy hogy nem olyan gazdag, vagy hogy neki nem akkora hatalma, és ezért a nyilas jegyében van egy olyan tendencia, amit sok esetben negatívnak lehet minősíteni, hogy látszatokat tart fönt. Látszatokat tart fönt, hogy ilyen kocsi, olyan izé, olyan akármi, akármi, és ehhez a nyilas jegye hajlamos arra is, hogy túlzásokba essen, akár így, hogy luxus szempontjából túl költekezze magát, emiatt ugye, hogy a látszatok fontossága lehet, ne ez nem biztos, ez egy hajlamosító tényező, ugyanúgy, hogy minden jegynek megvannak az ilyen negatív hajlamosító tényezői, ezért azt mondják, hogy hajlamosítja arra, és hogy kiszínezze a történeteket, túlszínezze, ami természetesen, ha valaki művészként vagy íróként működik, és nagyon sok nyilas jegyű egyébként író, ez nagyon fontos lehetőség arra, hogy az ember művészetet teremtsen, Viszont a hétköznapi életben azt lehet látni, hogy sokszor egyébként önmaga ellen tud fordulni, hogy, hogy az ember egy picit túlszínezi azt, amit, ami vele történt. Az valójában nem úgy történt meg, csak ugye szereti a nyilas is, ugye, hogy ez érdekes, hogy nagyon érdekes dolg. Nagyon szereti a nyilas az inspiráló, érdekes dolgokat, és ezért saját magát is megpróbálja minél érdekesebbé tenni. Úgyhogy a nyilasnál, amire figyelni kell, az az, hogy, hogy tudja kontrollálni ezt a fajta társadalmi szerep fontosságát, hogy ez ne menjen kárára az ő magánéletének, hogy ne legyen ugye az, hogy a családi élet az kifordul. Egyébként a nyilasok rendkívül ragaszkodnak a családi hagyományokhoz, a család élethez, csak van ez a fajta, ugye a lobogó tűz, hogy egyszer csak átpattan ebbe a karrier kérdésbe. Nagyon konzervatívak tudnak lenni a nyilasok olyan szempontból, hogy, hogy a család értékei, a hagyományos értékek nagyon fontosak a számukra, de ugyanúgy fontos tud lenni, hogy a pozíció is, ami a társadalom felé fordulás. Tehát, hogyha ezt tudja a nyilas egy kicsit kontrollálni, és tudja azt, hogy az ő tudati működéseiben, ne nagyon menjen el az ítéletalkotás, akár a politika, vagy a ilyen túlságosan hogy valami eszmét én magamévá teszem, hanem meg tudja tartani a tudati rugalmasságát, akkor azt mondják, hogy rendkívül kellemes ember a nyilasjegyel. Tehát egy elegáns, kellemes, művelt ember, aki tud a társadalomban részt venni, akiben ráadásul nagyon nagy inspiráció van a jobbításra. Tehát a nyilasnak az optimizmusa a tevékenységben egy állandó javulás, jobbítás szándékot eredményez, ami miatt például a nyilas jegyek nagyon is ha, tudnak jól működni a társadalomban javító szándékkal, jó szándékkal, és nagyon sok esetben például a nyilasok segítő szakmákban helyezkednek el, ahol másokon lehet segíteni. Tehát a nyilas jegyének az a, az a feladata, hogy ezt a kifelé fordultságot, a, a pozíció fontosságát, vagy az eszméknek a rögeszméket tudja magában kezelni, tehát tudati rugalmasságot tartson fönn, a optimizmusát jó irányba használja, hogy tudja a karrier és a, a belső élet, a magánéletnek a, a különféle lobogásait azt kiegyensúlyozni és hogy képes legyen a kritika helyett az önkritikára. Tehát képes legyen ugyanúgy, mint minden jegynél, maga felé fordulni, és saját magát tekinteni, saját igényeit meglátni, ahelyett, hogy a társadalmi elvárások szerint működne. Nyilas jegyénél nagyon fontos az, hogy ne féljen a kritikától. Tehát nem kell plusz dolgokat azért tenni, hogy engem milyen vagy olyan fényben lássanak. Ugye a nyilas jegyénél nagyon fontos, hogy milyen hírem van hogy ezt nem kell túltolni, nem kell, nem annyira fontos. Mindig lesznek rossz akarok, mindig lesz az ember körül plegyka, mindig lesz az ember körül az, hogy, hogy valaki nem jól vélekedik róla. Nem lehet ezt, nem lehet ezt kiavítani. Tehát persze a jobbító szándék nagyon fontos, de, de tudni kell, hogy egy pontotól ezt el kell engedni. Tehát nem, nem kell azért történeteket kreálni, meg eseményeket kreálni, hogy én jó hírben tüntessen föl magam. Miért nem? Mert pazaroljuk az energiánkat. És a nyilas jegyében az a lobogó tűz, az nem mindig lobog. Tehát fontos az, hogy azt, annak az inspirációt az föntartani, és hogy azt az optimizmust, ami a nyílas jegyében a lobogó tűz és a Jupiter által a jóságot árasztó bolygó által benne van, hogy ezt minél inkább ki tudja terjeszteni. Szó volt arról, hogy a kritika, önkritika kérdései mennyire fontosak, a tudás, hatalom, pozíció kérdései mennyire fontosak a, a nyilasz számára, az optimizmus, az, hogy létrehozni valamit, újítani, javítani, nagyon fontos a nyilasz számára. Viszont érdekes, hogy egy dolog az, ami mindig kimarad, az az, hogy jó, de hogyan érzem magam. Úgyhogy a nyilas jegy számára egy nagyon jó dolog az, hogyha néha tud egy féket nyomni, és úgynevezett én időt kreál, és egyszerűen az érzéseit megpróbálja rendezni, mert nagyon sokszor a probléma az az tud lenni, hogy a gondolatiság elvisz. A gondolatiság volt az összes, amit eddig mondtunk, a karrier, a pozíció, és a többi, és a többi. Tehát nagyon fontos a nyilas jegyénél, hogy amikor maga felé fordul, akkor engedje, hogy az érzései megnyilvánuljanak. Mert ha ezt nem teszi a jegy, akkor hajlamos arra, hogy besokal, kiakad, önmaga ellen fordul, és kiég, elveszte az inspirációját. Miért? Azért, mert téli egy és lobogó tűz, és ez a lobogó tűz, ez ki is tud aludni. Ott van persze a Jupiter bolygó, ami segít, viszont sok esetben, amikor a kiégés megtörténik, a Jupiter bolygó és a negatív aspektusát jeleníti meg, tehát az, hogy hatalom és karrier, ahelyett, hogy a jóság legyen a vezérelv. Köszönöm szépen a figyelmet, és kívánom mindenkinek, hogy az a fajta jóság, amely nyilasokban van, azt abban fürödni tudjunk meg tudjuk tapasztalni, és a nyilasoknak is, hogy minél jobban ki tudják ezt terjeszteni a világra. Sziasztok!